Üdvözlök mindenkit! Ez a Jurassic Lore Hungary, és annyi vagyok, és itt is lennék egy újabb Jurakori hírek videóval, ugyanis végre megtörtént az, amire évek óta vártunk mi Jurassic rajongók. Ugyanis egy hivatalos, Jurassic Parkos túlélő játék fog érkezni, és valami fantasztikusan néz ki. Ez lesz a Jurassic Park Survival. Pár napja debütált az előzetes, és mikor megláttam, kicsordult pár örömködjem, nem fogok hazudni. A rengeteg parképítős játék után végre eljött az idő, és kapunk egy normálisan kinéző, hangulatos, mászkálós, túlélő játékot. Úgyhogy először végigmegyünk az előzetesen közösen, kicsit elemezzük azt és teóriázgatunk, utána pedig elmondok minden háttérinfót, amit eddig tudunk róla, de ez nem lesz sok, na de szerintem kezdjük is! Az előzetes elején John Hammond narrálása hallható, ahogy visszarepülünk az időben egyenesen az 1993-as Jurassic Park eseményei utánra. Láthatjuk a T-Rex üldözés által széttört jeepet a vízesésnél, ahol a film főszereplői elhagyták a Nublar szigetet. Ezután pedig a trailer egyik legmenőbb pillanata következik, ugyanis látjuk a T-Rex kifutó belsejét. Ott van a lelökött Ford Explorer is, és még az abroncs is le van róla tépve! Ez azért tetszik ennyire, mert így még sosem láttuk a kifutó belsejét, nem tudom elmondani, milyen szinten fanboykodok most. Vagy megpillanthatjuk a kifutó másik oldalát is, amit a filmben is láttunk, ugyebár, és néhány gallimi muszt, ahogy átrappolnak egy ikonikus helyszínen, és az egyik őjük eltapossa Alan Grant kalapját, amit Rexy lefújt róla a filmben. Majd megpillantjuk az ikonikus látogató központot is, valamint a dinó csata által széttört csontvázakat. Na és itt jön a trailer legérdekesebb pontja a szerény véleményem szerint, ugyanis itt látunk egy karmolást a látogató központ egyik tartó oszlopán. Nos, ezt a karmolást Velociraptor nem csinálhatta, szóval elképzelhető, hogy itt tízelnek egy új dinoszauruszt? Én simán el tudnék képzelni például egy Metriacanthosaurust, tekintve, hogy őt már tervezték is bemutatni az első parkban. Na de abban majd a videó végén megyek bele, hogy ez a játék kánon-e vagy sem. Folytatván az előzetest, láthatjuk az ikonikus When Dinosaurs Rule the Earth zászlót, és megpillantjuk a játék főszereplőjét, Dr. Maya Joshit. Aki elmondása szerint a szigeten ragadt a 93-as evakuáció során. Ő egyébként egy teljesen új karakter, ami jó dolog, hiszen így nem tör meg semmilyen lort, valamint ahogy az a trailerben többször is látható, megsérült valami által, erre vannak teóriáim, de igazából ebben nem mennék most bele. Magáról a karakterről még annyit elmondanék, hogy a színésznő, akiről mintázták, megdöbbentően hasonlít Mia Khalifára, aki hát... pornószínésznő. Nos, nem tudom, hogy ez tudatos döntés volt-e, vagy hogy ez tényleg ő-e, remélem, hogy csak nagyon hasonlít rá, de ez minden esetre nagyon vicces. Lehet erre volt utalás ez a pár hete megjelent cikk? Na de haladjunk tovább az előzeteséssel, ugyanis nem más dinoszaurusz talál rá a drágalátos Maya Joshira, mint a legendás Dilophosaurus. A Dilo ugyanott jön be, ahol a Velociraptor és Rexy az első film végén, majd Joshi a konyhába menekül, mint tudjuk ez mit jelent. Ezt a jelenetsort nem kell senkinek sem elmagyarázni. Egyszerűen fantasztikus, hogy megcsinálják a konyhás jelenetet a Dilophosaurusszal, és nem képkockáról képkockára ugyanúgy. Még a merőkanál is itt van, illetve ugyanolyan lámpa van Joshinál, mint amit Dr. Ellie Settler vitt magával az áramellátó központba. Nos, ez az ajtó a trailer végén is felbukkan, majd hagy fanboykodjak ott, érdemes lesz megvárni. Folytassuk! Imádom! Hát milyen fantasztikusan néz már ki ez a Dilophosaurus, te jó ég! Végre megéltem azt, hogy látjuk Jurassic tartalmakban a Spittert, ugyebár világuralom, klétokori tábor és most ez a Survival. Tényleg nem tudom elmondani, milyen boldog vagyok, végre emlékszik rá az univerzál és tudja, hogy rengeteg rajongó akarja őt látni. A modell elképesztően szép, a hangja csodálatos és az animáció is mesés. Ez a shot amúgy tisztán olyan, mint mikor Nedry találkozott vele. Ez igazán kedves. Na de a Dilophosaurus eltévesztő köpést, így Joshi tovább menekülhet, átszaladván a Jurassic Park kapun, és valaki igencsak erre felé dönget. Ha,
ilyen méltóság teljesen nem bántak a Tyrannosaurus Rex-el az 1997-es elveszett világ óta, gyerekek! Kurva jól néz ki Rexy, és az az erő, ahogy belép, ez valami fantasztikus. Nem hittem volna, hogy egy szaros kétperces videójáték előzetes ilyen szintű 93 hangulatot képes adni. Ezt a történetet konkrétan filmben is megnézném. Így kell folytatni a franchise-t. Na de, most jön a gameplay rész is. Nagyon keveset látunk belőle, és sok minden nem derül ki, de azt kell mondjam, hogy nagyon jól néz ki maga a játék. Ugye az eddigi jelentek csak ilyen cinematic animációk voltak, nem maga a játék grafika, de a tényleges gameplay sem okoz csalódást. Négy bevágást látunk a játékmenetből, ami ugye belső nézetes lesz. Az elsőben egy folyón van Joshi, és csónakokon át ugrál, úgyhogy valószínűleg a később látható velociraptoros jelenet is ide köthető. Hát a velociraptor is fantasztikusan néz ki, nagyon szép az animációja. Na de a Raptorról talán egy kicsit később, ugyanis van itt még két jelenet. Az egyikben a föld alatti alagutakban vagyunk, ugyebár ez az eredeti regényben is így volt, és a filmben is, hiszen a kecske a föld alól jött fel, valamint minimálisan láttunk ilyesmit a Jurassic Park The Game-ben, és teljesen láthattuk magában a krétogori táborban. Az itt látható dinónak raptor hangja van, viszont az árnyéka engem inkább egy Dilophosaurusra emlékeztet. Vagy esetleg ő lenne az a ragadozó, amit tízelnek. Ezt nem tudjuk, de minden esetre nagyon érdekes. Az utolsó bevágásban pedig Rexit láthatjuk, szintén nagyon szép grafikával, elképzelhető, hogy Joshi itt megy le az alagút rendszerbe. Na és gyerekek, elértük az előzetes végéhez, ami szerintem a fénypontja az egésznek. Kérem tisztelettel, ez az a hűtőkamra ajtó, ahová a harmadik velociraptort bezárták a film végén a gyerekek, és bizony nyitva van, és hát kijön onnan az a bizonyos raptor. Tehát, hogy azt a kurva! Akár hányszor visszatértünk az eredeti látogatóközpontba, lásd krétakori tábor, vagy ugye a Jurassic World 1-ben is, mindig kiemelték a rajongók, hogy a fagyasztóba zárt velociraptornak a hulláját miért nem láttuk? Olyan jó lett volna! Erre végre megkapjuk, és újra látjuk 30 év után ezt a raptort, hát gyerekek, én beszarok! Ugye az előzetesben ez a raptor van benne, aki ott ugrik, ugye? Végre az univerzál nem szar minket telibe, hanem hallgat ránk és megadja azt, amit évek óta kérünk tőle. Nem tudom elmondani tényleg, hogy milyen boldog vagyok. Az a bennem élő gyermeki lelkesedés a Jurassic franchise iránt, ami úgy tűnt kialszik, végre újra fellángolt és egyszerűen leírhatatlan az érzés. Remélem, hogy ezzel nem csak én vagyok így. Számomra ez az a szint, amit a Jurassic franchise képvisel. Nem a hülye káosz elmélet meg legósortok, hanem ez komoly, igényes, rajongók által látni akart érdekes történet. Úgyhogy mindent megpróbálok megtenni az érdekében, hogy gameplay formájában be tudjam nektek mutatni ezt a játékot. De ez még a jövő kérdése, ugyanis egyelőre megjelenési dátumot nem tudunk a játékhoz, és írták a trailerben, hogy ez még csak egy alfa verzió, de én azt mondom, hogy ne siessék el. Igenis csinálják meg rendesen, ha akár két évet is kell rá várni, mert ez a játék megérdemli a törődést. Ami ennyire kiemeli nekem, azok ezek a részletek, tehát például le van törve a Jeep teteje, hiányzik az abroncs gumi a Fordról, ott van ellenkalapja, ezek apró dolgok, de épp ezektől lesz kimagasló a többi retek közül, mert ha ilyen apróságokra odafigyelnek, akkor szerintem a fő dolgokra sem lehet majd panaszunk. Ez egyébként megmagyarázza azt is, hogy a Jurassic Park Operations névre hallgató rajongói játékot miért tiltott be az Universal, mert dolgoztak egy ugyanilyen játékon. A játék természetesen elérhető lesz majd PC-re, Xbox-ra, valamint PlayStation-re is, és érdekességén megjegyzem, hogy a Saber nevű cég készíti. Amúgy kicsit nekem Trespasser és The Game beütése van, azzal különbséggel, hogy ez nem egy rakás szar, legalábbis egy kinézetre. A játék menet szerintem olyasmi lesz, mint az Until Dawn-szerű játékok esetében, hogy alapból ugye te mászkálsz, viszont a főbb események quick time eventek lesznek, tehát ugye gyorsan kell reagálni és különböző gombokat nyomogatni. Az érdekes lenne, ha esetleg több végkimenetele is lenne a játéknak, de én ezt kétlem már csak azért is, mert akkor ugye nem lehet a kánon része. Egy teljes történet legyen, és akkor már beszélhetünk arról, hogy ez a játék kánon-e, vagy sem. De ezen még kár gondolkodni egy előzetes alapján. De ha a játék sztoria jó lesz, akkor én elfogadom kánonnak, persze ha nem töri meg azt, ellentétben az a game-mel. Még annyit mondanék, hogy a játék hivatalos weboldalán ezt írják. Kalandozz át a megvalósított Nublár-szigeten, tele reaktív élővilággal, dinoszauruszokkal és egyéb meglepő fenyegetésekkel. Hát fogalmam sincs, hogy ez mit jelentene, időjárás talán, de minden esetre érdekes, mert itt valamit még titkolnak előlünk.
Na de én ennyit tudtam elmondani emet csodálatos előzetesről. Ha tetszett nektek a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel későbbi Jurassic-os tartalmakért, és egy like sem ártana erre a videóra. Ez volt a Jurassic Lore Hungary, én Sanyi voltam, a következő videóig pedig sziasztok!